A szakképzés szereplőivel tartott megbeszélést a Tolnamegyei Kereskedelmi és Iparkamara. Utóbbi a rendezvényen többek között bemutatta a feladatait, és azt, hogy milyen módon működik együtt az egyes szervezetekkel. Például a vizsgáztatás területén, a pályaorientáció, a megyei munkaerőpiaci kerekasztal, országos szakmai versenyek szervezése, a duális tanácsadói hálózat működése. Nagyon fontos, ahogy mondtam, a szakképzés működtetése szempontjából az, hogy mindenki hozzá tegye a saját részét. Az eseményen bemutatkozott az ágazati készségtanács is. A szervezet legfőbb feladata, hogy a vállalkozásokat, vagyis ez esetben a duális partnereket képviselje. László Gábor, a Kereskedelem Készségtanács elnöke elmondta, hogy az eddigi tapasztalatok azt mutatják, az új rendszer működik, azonban néhol szükség van finomításra. Össze kell dolgoznunk. Még nagyon sok mindenki fejében a régi rendszer van, ami gyökeresen megváltozott, egyetlen eleme sincs talán, ami most érvényes lenne, éppen ezért kell az új szemléletről sokat beszélni és ezeket egyeztetni, itt beleértve a képzési programot, hogy megfelelőek legyenek az óraszámok, az elméleti felkészítésre és a duális felkészítésre. Az elnök kiemelte, hogy végső soron a szakképzésben résztvevők célja, hogy a tanulókat használható és naprakész tudással küldjék a munkaerőpiacra.